Ilyetek a szó. Demes Ádám vagyok, valaha atomenergia kutató, most energiatudárvédelmi sem. Csak illusztrálni, amit a miniszter úr mondott, hogy a Kaposút mentén van három darab sugárzást elmérő állomás, és azon napelem lopták. Át kellett biztonsági osztályból sorolni egy másikba, rászerelni, egy nap alatt meglett, és utána visszaminősíteni. Az, hogy rárakjanak egy ekkora valamit, ami a Kaposút. Ez az elefanti bélyeget, mert ugye azt a műholdról is lehet követni, hogy hova lopták el. Na most hadd kérdezzek egy olyat, ami általános társadalmi hitta, ez a bizonyos 30 fok sodorból, 500 méter, stb. Van-e ennek valahol bármilyen természettudományos megalapozása? Én ezt azért kérdem, mert láttam több hűtőtavas erőművet, még fénykorában a Csernobilit is, ahol ekkora gyönyörű halak voltak, 30 foknál melegebb vízben nőttek föl. A Dunamenti erőmű melegvízes halszaporító van, és Pakson a bukómű alatt, ha szabadna horgászni, oda mennének a horgászok. Igaz, hogy a oxigénben fel van dusítva, de a hőfok nem zavarja őket. Nem szabad horgászni, de mégis oda mennek, mert ott jól lehet fogni. Tehát egyébként meg nincs az az erő, hogy mindig elhajtsák őket a rendészek. Tehát van, aki Budapestről éttermes be van rendezkedve arra, hogy neki ott fogják a munkatársai a halat, és ő minden nap kis mikrobusszal hozza föl a étterembe a halat. Mi ugye azt mondtuk, ezt hülyének tartottak bennünket, amikor azt mondtuk, hogy mi a teljes Duna medret nem hőszennyezi. Tehát valamilyen csóvát bocsátunk ki, ezt ugye tudjuk hőkamerával, de van egy felhozási jelenség is, ez nem amiatt, hogy szennyeződés van a Dunában, hanem különböző élő moszatok föltörődnek, ahogy átmennek a szivattyún, a dobszűrőn, a technológiában, és ennek kibocsátása, akkor van az is nyomon követett, hogy hogy áramlik a víz, ennek a finom habzásnak ható dolognak a következményeként, akkor mi azért szoktuk mondani, hogy amelyik élőlény nem szereti, hogy a 30 fok az a előírás szerint a 500 méteres csóva végén kell, hogy legyen. Egyébként kibocsátási korlátra az van nekünk, hogyha 4 fok alatt van a Duna vízhőmérséklet, akkor 14 fokkal emelhetem meg, a deltati annyi lehet. Ha 4 fok fölött van, akkor 11 fokkal emelhetem meg a Duna vízhőmérséklet, a kilépő hőmérsékletét. Tehát ha most tavaly nyáron volt 26 fok, vagy 27 fok a Duna, mert ilyen tartós meleg, alacsony vízállás mellett volt 27, és akkor kidobáskor 38 ponttal az energiatörő hűtárnál 38 volt a Duna. És érdekes, itt szeretne oxigénvadús, meg meleg. Itt van a legtöbb hal, itt szemben az energiatörő műtárgyal ott horgonyoznak a horgászok és a pedig hal. És egyébként ennek a víznek kell elkeveredni a 500 méterre, hogy egyetlen egy ponton sem mérve nem lehet, hogy a 30 foknál melegebb. És azt szoktuk mondani, hogy amelyik élőlény szereti a meleg vízet, hogy beúszik, amelyik meg nem szereti, hogy elúszik, akkor sávba, ahol erre szokták mondani, hogy ez hülyeség, nem igaz, de egyébként így van, mert aki megnézi, az ezt tapasztalja. Na most, ugye itt a nyáron az volt a vita, hogy akkor Jávor Benedek úr szerint a csónakban lévő személyzet mikor mért, annak az árnyéka a napóra szerint azt mutatta, hogy nem délután egykor mértünk, hanem délelőtt 11-kor. És délutánra még a Duna melegebb lesz, és akkor biztos, hogy a 30 fokot elértük, és akkor le kellett. Majd ezt jövő nyáron próbáljuk reprodukálni, ugye meg kell várni, hogy ugyanaz a idő, ugyanaz a napsütés, ami a rendőrségi följelentést is tett, hogy akkor biztos csaltak a paksiak, mert ő a napállásból, a személyzet árnyékából úgy vette, hogy ez nem. Akkor fiatal azt vagyok, baba hőmérővel, amivel a melegvizet mérjük, hogy a Dunaparton mindig lehet olyan pangó részt találni, most is, ha én akarok, hogy
jóval melegebb a hőmérséklet, mert nem vesz részt az áramlási körbe, és akkor a pangóba, hogy önálló életet él. És oda berakom a hőmérőt, persze, hogy lehet 30 foknál melegebbet mérni. Tehát ilyen tudom. Nekünk ugye a hatóság úgy van az egész fölépít, hogy nem hazudhat 5000 ember Pakson, hogy ha bármi van, akkor arról tud, aki mérte, tud, aki továbbított az adatot. És ha eltérés van, akkor nekünk is azért a kollégáim nagy része elkötelezett, de azért mindig van, nyugodtan lehet olyan, aki ugye több felekezetnek lehetünk híve, több pártnak, mindig adott esetben súlykat, tehát nincsenek titkaink. Tehát hogyha valószínűsíthetően tartósan eltérnénk arról, akkor nekünk is kötelező jelentést adni, nem hazudhatunk a hatóságnak, hisz a hatóság is végezhet mérést, és minden hatósági vizsgával rendelkező kollega aztán nem tesz eleget a jelentési kötelező, nem kell a főnököt értesíteni, megmondja, hogy hány órán belül kell az adott hatóságot, utána majd a főnököt rá is értesíteni, a főnök úgyse tudja normát, azt az operatív személyzetnek kell akkor leterhelni a blokkot, hogy a leterhelésre tudja kibocsátott hőmennyiséget csökkenteni, kibocsátott hőmennyiség alapján visszacsökkenhet a hőmérséklet a kilépő Dunán. A Béli bácsi könyvében benne van az az idézet is, hogy a Heller László, amikor nyilatkozott, igen, az ő hűtőtől oda a Mátrába való, de ahol élő víz van, felejtsük el, mert a hatásfoka az ő hűtőtornyának értelemszerűen ez egy 20%-kal rosszabb, mint a élővizes hűtésnek, de hát ahol nincs folyó, ott hűtőtó és hűtőtornya megoldás. De a Dunaparton nem. Az új blokk is úgy van mérete, most a vízmennyisége most se volt probléma az elmúlt idő, mert most is ez a legalacsonyabb vízállásnál is majd 1000 köbméter másodperc volt a Paksi atomerőműnél a vízhoza. Két gond volt, hogy ez akkor az átlagnál melegebb volt, meg mivel egy meder mélyülés is megfigyelhető Paksnál, hisz a kotrás egy jó ideig nem volt egyértelműen tiltva, akkor a fősodorból tiltva voltak a kotrók, de hát mi mindig tudjuk, hétvégén, péntek délutántól vasárnap éjszakáig a fősodorba kotortak, mert az ellenőrzés nem volt olyan hatékony, tehát egy 30-40 centi medelmélyülés van, és nem csak azért van, hanem a utánpótlás nincs meg, ugye a duzzasztó hüvelyek, hogy Európában ugye nagymarosi tulajdonképpen be van vízlépcsőzve, és a Dunavíznek is az a tulajdonsága, hogy fölveszi a mederben lévő anyagot, a meder aljából magával viszi, lerakja. És ennek ez véletlenszerű, tehát lehet, hogy a kotrás és ez az anyagvándorlás, amit maga a Duna működése, ilyen víztömeg működése okoz, ennek az együttes hatása az, hogy a meder mélyebben van. A Béli bácsi még ott volt, amikor elindult a 1-es blokk, 82 végén, 83 év vége körül novemberben már hideg volt, akkor bekövetkezett az a vízállás, ami 100 éves minimumra volt méretezve paksi atomerőmű, szivattyú csonkok, és malán mindjárt az első üzemi évben 100 méter alatt volt a szivattyúknak a szívó csonkja. És akkor úgy tudtuk üzemeltetni, hogy lett egy mesterséges átfal, és akkor tulajdonképpen a hűtővíz csatorna az egy tó lett, amit átemeltük, tehát megemeltük a szivattyúk szívó csonkjának a vízmagasságot, ezáltal tudtuk biztosítani. Azóta számtalan intézkedést végrehajtottuk, átalakítottuk a szivattyúk lentebb, sűjjesztettük, de most a kritikus dolog az volt, hogy tulajdonképpen ilyen 30 centi tartalékunk, 40 centi tartalékunk volt abban, hogy a szivattyúra még ráfolyik-e a kellő mennyiségű víz. Tehát a mennyiséggel nem volt baj, ez az a 30-40 centi tartalék az azért már az izgalmas volt a helyzet, hogy akkor vártuk, hogy mikor lesz már csapadék. Az új blokk vonatkozásában ez 2 méterrel lentebb van tervezve
jelenleg is, ezt még ha akarjuk, még tudjuk korrigálni, majd elválik, hisz, hogy a, nem a vízművel kezdjük úgyse a vízkivételi művel az építkezést, hanem még a pár év tapasztalattal rendelkezésre áll ahhoz, hogy akkor ezt a szivattyú szívócsompokat akár 3 méterrel a jelenlegi alá tegyük, és ez akkor a következő 60 éve üzemel, még építjük pár évig, tehát 70-80 évre kell előre látnunk a meder viselkedés, meder süllyedés kérdését. A vízmennyiség igény az kisebb, az van a számítások, hogyha 350 köbméter per másodperc a Duna vízhozama, de ilyen sose volt, de benne lehetne, mert ami még nem volt, az valamikor bekövetkezett. Arra van méretezve, de mondom most is, majd 1000 köbméter volt a vízhozama a Dunának, akkor is elegendő a erőmű hűtéshez, úgyhogy a termelési hűtéshez, nem a biztonságos állapotban való tartásra, hanem hogy tudjuk. És még egy fontos korlát, hogy ott nem a delta T lesz a kibocsátásra vonatkozó korlát, a 5-6-os blokkon, hanem a kilépő, tehát a energiatörő műtárnál, ott 33 foknál nem lehet melegebb a kibocsátott víznek a hőmérséklete, tehát ez garantált, hogy el fog keveredni a 500 méteres csóvába 30 fokig. Ennek érdekében kell, itt tervezetten az orosznál, utóhűtők kerülnek a hidegvizes, meg a melegvizes csatorna közötti térbe a meleg vízre, mert ezeket az utóhűtőket meg kell majd üzemelni, hogyha nincs eleget, tehát ez a hőmérséklet korlát elő lépne. Tehát a, mi változatlanul azt nyilatkoztuk nyáron, hogy nem indokolt, hisz az, akinek az az érdek, hogy egyből vonjuk vissza a környezetvédelmi engedélyt, meg olyan üzemállapot, akkor azt csináljuk végig, azt meg lehet támadni bíróságon, egyéb, azzal ki kell menni megint közmeghallgatások a ESPO egyezmény alapján külföldre is, akik bejelentkeznek, tehát aki abba érdekelt, hogy vonjuk vissza a környezetvédelmi engedélyt, az abba is bízik, hogy még egyszer nem sikerülne megszerezzünk a környezetvédelmi engedélyt, de mi azt mondjuk, hogy a Duna élővizes hűtése, az nem indokolja a fölülvizsgálatot. Persze tapasztalatokat most is csináltunk új régi felvételeken, hogy milyen az áramlása a Dunának, és most a Duna 600 méteres keresztmetszetezni a vízállásnak jelentősen csökkent, és hogy ezzel is a part, a párhuzamos áramlás, az mondjuk part átlós áramlásává, ezeket figyelembe kell majd venni. Mert ha később ugye az 1-4 ló áramlása mondjuk keresztbe van, és ebbe beáramlik, mert új hűtőcsatorna, aki valamikor dolgozott, akkor azt tudja, úgy lett az 1-4 ló ki melegvizes csatorna megépítve, hogy ott van egy csonk, és abban lesz bekötve. Ez eleve 4000 megawattra volt a telephely valamikor megkutatva, és ezt muszáj volt ezt a befogadó csonkot megépíteni, mert akkor 4-1 blokk egy időállásában lehet csak a melegvizes csatornához nyúlni. Ez a csomó ott van, de a számítások pont ezen hőelkeveredés miatt ott tartunk most, hogy új melegvizes csatorna lesz a meglévő hidegvizes, meg a melegvizes csatorna közötti sávban egy új melegvizes csatorna. Most ennek a vizét belevezettem, igaz, hogy ez maximum 33, belevezettem a akár 36 fokos egyes kiépítés vizébe, akkor lehet, hogy a keveredés nem garantált az 500. Ha párhuzamosan megy, mert az áramlások part melletti áramlás, és csak szélesedett a csóva, akkor ugye kezelhető. De ezt mind modell folyamatosan monitorozzuk, mert ugye ilyen tulajdonképpen meder szűkülés, hogy ennyire az alacsony vízállás miatt tulajdonképpen a homokzátonyok, sorderzátonyok, azok kijöttek a vízből, és begyorogóható volt a Dunába olyan távolságra, amiben még soha. Ezeket mind mi monitorozni fogjuk, majd készülünk rá. Tessék, köszönöm szépen. Az a kérdésem, hogy a kérdések itt az övében a előadás
kapcsolatban tegyük föl, ne térjünk. Rossz irányba tértek. Kapcsolatban, hanem állami beruházásnál szükségessé váló egyéb munkák. Uszak, hizak, lakószerek. Erőmépítéséhez nem kell híd, csak a kormány a Duna túl felén, hogy vannak települések, ami közelebb vannak a erőműhöz, mint Paks. Ezért ugye a legelső találkozó, amikor 47 településen tartottunk, mi tájékoztatók a erőműépítéssel kapcsolatban, akkor még Aszódul nálunk dolgozott, tehát az egyik fő dolga Attilának ennek a folyamatnak a népszerűsítése volt. Tehát Kalocsán és a elsőként ott kezdtük, majd Fogtő, mert minden este két településen voltunk. A kalocsai tájékoztató meg lett ígérve a kalocsaiaknak, hogy az elfogadottságot fönntartsuk magas szinten, hogy akkor lesz Paks és Kalocsa között egy híd, ami Pakstól lentebb van egy 10-12 kilométerre, de a neve ez lesz, mint hogy a Szekszárdi híd is Szekszártól azért jóval messze van, és akkor ez a híd függetlenül, ez 22 második fél évében készen kell lenni. Legutolsó kormányülések egyikén megint megerősítette a kormány ezt a szándékát. Ehhez kapcsolódóan akkor lesz egy út, ami összeköti a hatos, a régi hatossal, és az új M6-os tengelici csomópontnál fog csatlakozni az autópálya. Egy kalocsaira 10-valány kilométer lehajtóval tulajdonképpen autópályához kerülnek. De ez a szándék Mohácsnál is, hisz a hatos autópálya kihasználtsága nem a legnagyobb. És ezáltal is akarja a kormány, ugye az Európai Uniós elszámolásoknál valamikor mérleget is kell vonni, ha nem sikerül azt a forgalmat biztosítani, akkor vannak bizonyos visszafizetési kötelezettségek. Ezért a két híd, tehát nem a erőhöz kapcsolódik, a lenti Mohácsi sem, hanem ahhoz, hogy az autópálya minél hamarabb, minél több forgalmat, és ezek a települések is kapjanak egy lehetőséget. Az úthálózatra, ami Paksőt körbevevő, és a egyszál vasút, ami úgy odáig jön, és az erőmű miatt lett hosszabbítva, hisz valamikor Paks szélén volt a vasútállomás, és ugye nem, a Dunapartot nem csúfított el egy vágány és kőszórás. Ez a vasút is föl lesz annyira újít, hogy az erőműépítkezését kiszolgálja. Ez egy szárvasút, tehát nem egy nagy forgalmú, alig van rajta, személyforgalom már évek óta nincs. Autópályépítkezés és a Dunetanol, ami Dunaföldváron van, Rukarica földolgoz, etanol csinál, azt néha megtelt vagonjait ezen a szakaszon állomásoztatja, de az erőműépítkezéshez nagyon sok mindent be kell szállítani, és a kormány decemberben fogadta ezt 187 milliárd forintos programot, ami a környékbeli úthálózat, hisz a alsóbrendű utak a környékben, aki autózik, az szinte, mint hogy máshol is járhatatlan majdnem. Tehát ez az idén tervezés, és bízunk benne, hogy év végén már tudunk is, hisz a pénzünk megvan rá. A tervek engedélyek függvényében akár holnap el tudnánk kezdeni magát az aszfaltozást tervengedélykel hozzá. És a egyéb, ugye a szerződésnek régebben létezett a, van itt úgy látom a Géza is, ott ő hátulé, hogy az erőműnek az a sajátsága volt, hogy értett ahhoz is, hogy hogy kell egy erőművet nem csak technikailag megépíteni, hanem mi az a környezet, iskola, óvoda, úthálózat, még akár kocsma, kisposta, egyéb, tehát hogy ez is egy fontos követelmény. Ez a szerződés ebbe nincs kirészletezve, hogy mi van. Az van, hogy az orosz félnek kell biztosítani magának az etetés, a szállásolás, persze ő nem fogja, hanem akkor majd igénybe veszi tőlünk, de ugye erre magára 12,5 milliárdba annyi van, hogy majd akkor az orosz fél ezt a szolgáltatást kifizeti nekünk. De hogy kiépítse meg majd az üzemeltető létszámhoz kapcsolódó 1350 végleges lakást, azt mi fogjuk,
Hát nekünk ugye van két államtitkárságunk, egyiket úgy nevezik, hogy a kerítésen belüli, másikat úgy nevezik, hogy a kerítésen kívüli, mert az ideiglenes elhelyezést, területfejlesztést, iskola, óvoda, bővítés, tehát tulajdonképpen annak idején az idézgettem a Méri bácsi könyvét, mert ugye tényleg jó olvasmány, egyszerre nem szabad, mikor legelőször kézbe vettem, nem tudtam elolvasni, mert ugye tömény, de úgy már többször elolvastam, hogy itt 30 oldal, mert az volt, ami kellett nekem, itt 30 oldal, itt 50 oldal, így már többször a végére értem a könyvnek. Na most ebben benne van ugye az a vád is, aki valamikor Paksot minősített, hogy szabad-e belőle város csinálni. És ugye mi azért adtunk szegény, utána nem sokkal meghalt Szekér Gyulának ugye pro urbe díjat a városért, mert hogy ő neki érdemi döntése volt abban, hogy akkor Paks lett város, és akkor a infrastruktúra nem Szekszáron épült meg. De azért Látinak volt igaza, de ugye azért az egy utcás szerkezet és a völgyekből lejövő utakra, ebből várost nehéz csinálni. Meg lehetett kompromisszumokkal most is kedvinként, tehát mi a területet akarjuk fejleszteni, nem csak a várost, hogy az a térségbe érkező 8-10 ezer ember, ez ugyanannyi lesz, mint amik az egynégokként ült csúcsidőre. Kevesebb a maradó létszám, mert ugye a két blokk folylagosabb, mondjuk most 8 generátor üzemel a egy-négy blokkon, az új blokkon üzemelni fog két generátor. És hogy ennek karbantartás igénye egy évben jóval kisebb lesz. Tehát ezzel is foglalkozunk, épület, iskola, minden. Ez ami állt. Tegnap 5 megyei vezetőjével, a kormányhivatal vezetőjével tartottunk együttes megbeszélést annak érdekében, hogy azt is itt most nem tudom ki mennyire utazik mondjuk Tolna, Baranya, Somogy, vagy akár Bács-Kiskun megyének a Kecskemét alatti részét. Mi sajnos lemaradtunk a régió, fejlesztésben van autópályák, van a régióban is egyetem, Pécsen, Kaposváron, Baján, Vízügyes, Dunorvárosban, kohászat, tehát hegesztés, anyagvizsgálattal foglalkozó. Mi a Dők megyében gondolkodunk, hogy a fölfokozott érdeklődés, ami Paks kapcsán megjelent, és nem csak atomerőépítők, hanem egyéb befektetők is, abból ebben a 8-10 évben minél több céget is telepítsünk le a környékbe, hiszen az egy-négy blokk bezár, és pedig valamikor bekövetkezik, akkor nem munkaerő többlet igény van, hanem munkaerő felesleg is generálódik. Tehát azt is nekünk addigra meg kell tudni teremteni. Illetve Tolna megyében is van egy-két vasüzem, autóbeszállító, de jellemzően nem túlzott a munkahely, tehát fontos, hogy egyéb munkahelyt is csináljunk a régióban. Tehát ez is benne van, a kormánytól a pénzünk rendelkezésre, minden évben van a költségvetésben rögzítjük, de most is körülbelül van egy 70 milliárd forintunk már erre, hogy mi ezzel foglalkozzunk. És az útév más, tehát ott van a hídé más, tehát azok más falakból, de biztosítva vannak. Nekem van egy kérdésem, hogy az a Paks Egyetemben elkezdtük építeni, előtte egy sor hazai épült sok külföldi beszállításra, és volt egy nagyon erős szakmailag, nagyon erős ember, aki beruházási munkához értettek az együttműködéssel a külföldi partnerrel. Volt egy nagyon erős erőterv, aki a hazai erőnöket tervezte. A szovjet részről, vagy orosz részről nem volt leterhelve sem, a moszkvai terpas inkább, de ugye látották, hogy kielítetnek, és kettőleg együtt is nagyon erősek voltak. Most érni, mert a Paks 2 a szerződő fél. Ugye más a konstrukció is, mert akkor mi voltunk a beruházó,
és bizonyos dolgokra szerződéseket az oroszokkal. Most a beruházó a szovjet, az orosz fél, és mi vagyunk a megrendelők, PAK 2. Hogy ezt a szakmai fejlesztést, beruházási és tervezési területen, hogy látod magyar részről, és orosz részről is, mert az orosz rész meg túlvállalta magát, az, hogy ott kitűnik a műszaki terv átadásánál is, hogy itt kevés a létszám, illetve erről kevés hozzá. Én mit látok, egy gondot, hogy ez a fejlesztést mennyire látod belegendőnek vagy jónak? Ugye én ebben is voltam már 5 évig, tehát nem is tudok elfogultság nélkül nyilatkozni, hisz az a döntés is, amit te láttál, amit akkor taktikailag ültetben hajtott helyre fogság, hogy akkor lett elküldve az erbe, mikor már négyes blokknak is minden főberendezése le volt szállítva, meg egyéb. Tehát azért, hogy mondjam, ilyen vitézkötéssel meg lett oldva a probléma, akkor már én is elhagyhattam volna bárkit, azt akkor a lendületből meg lett volna csinálva a négyes blokk is. Tehát, és sokan a mai napig nem értik, hogy mi egy erőmű beruházási vállalatnak a feladata. Persze ez hiányzik, nincs is ebben. Hát ugye vasút, nem akarom elmondani, szállásoltatás, vasút, üzem, nehéz berendezés szállítás, de csak az ideiglenes beléptetés a területen, rendészeti együtt. Tehát ez egy összetett dolog, az erbemű egy nagy erőmű program részeként ért oda Paksa, ugye tisztában volt, még azzal is tisztában volt, hogy a környékbeli polgármestereket meg kell keresni, meg kell nézni, hogy hol lett egy jó vendégházat. Üzemeltetni, azt oda el lehet vonulni a szerződéses partnerrel, vagy a brigádok találkozott. Tehát, hogy mondjam, egy rendszer működött. Ágynemű cserétől kezdve minden, ezt mind most majd meg kell csinálnom. Ezért van minden rosszban valami jó. Például, hogyha most mi már építkeznénk, akkor nagy bajban volna a magyar fél, hogy ezt honnan. Közben megszűntek nem csak a erve, hanem nincs gaz, nincs vegyépszer, nincs április 4, nincs GGV, nincs 22-es, 26-os építőipar, nincs orszak, tehát tulajdonképpen ott állunk magunkban. És akkor ugye azt lehet mondani, hogy az orosz fél, tehát minden ő a felelős szállító, el fogja dönteni, próbálgató magyar cégeket bátorítani, fogjanak össze, jelenjenek meg. Érdeklődés szinten van, de amikor az van mondva, hogy ők integrálódjanak az orosz fél, nem fog 40-50 fős magyar cégekkel, partnerkel, akkor mindig jön a féltékenység, hogy na most, ha ő beadja az embereit egy klaszterba, hogy együtt, akkor hogy jár, jó, hogy nem. Az orosz fél meg fogja oldani, nekünk ugye ígéret, hogy 40%-ot beszállíthatunk a munkát az erőbe, de nagyon nehéz lesz teljesíteni, mert ugye úgy tudjuk teljesíteni, hogy a General Electricnek és a magyarországi cége indult a pályázaton, mivel ide fizett adót a magyarországi telephelyen rendelkezik, akkor a beszállítási kötelezettségben ez a 800 milliós csomag, akkor ez magyar teljesítésnek. Tehát ilyen közös vállalatok, magyarországi telephely alapítása, akkor azért kell, hogy a orosz fél bank kimondta, hogy 80%-át hitelezi a beruházásnak, akkor elvárja, hogy a orosz beszállítási arány az érje el a 60%-ot. Az Európai Unió kimondta, hogy mivel nem volt verseny, akkor 55%-a versenyben legyen odaadva a munkáknak. Az orosz-magyar szerződés meg kimondja, hogy 40%-ot szállítsanak be a magyar cégek, ha képesek rá. Na most ez csak úgy lehet, hogy mindenkit lehetőleg két helyre kell számolni. Adott esetben, tehát legyen ez egy nemzetközi leszállító, de magyarországi telephelyen, és magyarországi adózással. Mert akkor ez külföldinek is szállít, adózás bevétel szempontjából magyarnak.
és akkor magyar teljesítés. Tehát itt nagyon kevés, a 40 év, vagy 30 évnek a ipar leépítését, kirablását, azt nem lehet ennek az erőműnek a kapcsán visszaépíteni. Lehet fejleszteni térségbe, majd ha az is már bennünk megvan, hogy akkor nem sikerül 40%-ot, akkor ugyanúgy, mint a Gripen üzletnél, egy kompenzációs üzletbe vagy egyébbe próbáljuk megoldani azt, hogy mégis valamilyen arányban a magyar beszállítás érvényesülni tudja. Tehát nincs könnyű helyzetünk, de ezért szép a feladat. Tehát, mert minden. De mi erre képesek vagyunk, hogy mindig ugyanazt főtaláljuk még egyszer, mint a spanyol viaszt, mert ugye a duális képzést is most már németektől azt mondjuk, hogy átvettük. Valamikor én is még duális képzésben voltam a szakközépiskolában. Kijártunk üzembe dolgozni, meg tanultunk. Vagy volt a nyáron termelés, hogy akkor kellett találva, mint a spanyol viaszt. Úgy aztán már kezdik közögetni, nem teljesen jó, vagy egyéb, de ugyanígy szép, de nem volt nagy beruházás. Most az Erbert például évekig az volt mondva, hogy az mérnökiroda. Nem mérnökiroda, tulajdonképpen most van olyan vezető, aki nem is látta az Erbert fénykorát, lehet, hogy biztos olvasott az emlékkönyvekbe. Persze, mérnökiroda, de neki most igazán az volna jó nekünk, hogyha volna egy olyan tudással rendelkező, erőbe váltó állat, mint amikor akkor volt az Erbert. De nincs. Igazad van. Tessék, parancsoljátok. Azt örülök az információval, hogy valaki végre józan valaki észre azt mondja, hogy módosítani kell a szerződést. Mert nyilván, hogy hülye jogászok csinálták, itt határidőt bírtak, mert pedig teljesítési feltételeket a pénzt. És ha nincsen elég információ, akkor nehogy úgy járjunk, mint a Dunaszalvosszal, hogy politikai hatalom váltásban van, és ennek a esik. Igen, ugye a veszélyét azt nem látjuk, de hát 2002-ben se láttuk, hogy mondjuk a Fidesz elveszítette. Most akiknél, hogy ez a pont 10 éve lesz a parlamenti engedély, 30-án, március 30-án, 2009-ben volt a parlamenti szavazás, amikor 95,4%-a a szoci kormány idején vittünk be az előterjesztést, hogy akkor még a Veres János pénzügyminiszter alá tartoztunk, az állami vagyonkezelés a pénzügyminiszter, ez tartozott, ő volt a beterjesztő miniszter. Ugye akkor a Fidesz is, az ellenzékben lévő Fidesz is támogatta, mert ilyen támogatottsága Magyarországon parlamentben csak a üzemidő hosszabbítással kapcsolatos engedélynek volt, mert azt is ugyanúgy kellett csinálni, mint hódblokkot építeni, annak 96 egész valamennyi volt, ott már pontos tizedes, ezt nem tudom, de az magasabb volt. Tehát igen, azért kell nekünk minél hamarabb, tehát az is ki volt, amit, tehát őszintén a Putyin úrnál így hangzott a sajtótájékoztató, a miniszterelnök úrnak a mondása, hogy ezt a erővet Európában se akarja mindenki, de még a saját pártján belül se akarja mindenki. Mert miért akarná, itt is lehetnek az ő. Tehát azért kéne érdemben előre mozdítani, haladni, mert ha visszafordíthatatlanná tudjuk tenni, akkor már nincs az, aki megállítana. De ha itt még tiszekedjük, toszogatjuk a terveket, akkor ezt meg bárki be tudja fékezni. Mi úgy látjuk, és nem kritizálunk, tehát a jogászok is, most lehet, hogy van jogász, ne sértsük meg, mert vannak jó jogászok is, aki meg nem, de majd erre mondok egy adalékot, mert ez is a lehet, hogy a Béni bácsi könyvében van, hogy igen, tehát megvan írva a szerződés, módosítjuk, és minél hamarabb olyan lépésekhez el kell jutni, amikor már mondjuk kitermeltünk 7 millió köbméter földet, a alaplemezt lebetonoztuk, az már egy meggondolást
eredményez, hisz van egy nagy hegy Pakson, van egy nagy lyuk Pakson, és akkor ott már mindenki mérlegelt, hogy ráadásul, ugye, mint mondtam, 31,6% importunk volt tavaly is. Volt olyan hónap a 18-as évben, hogy 44% importtal mentünk egész hónapban. 17-ben volt olyan március 11-i nap, amikor még hirtelen hideg lett, a Mátrai erőmű lignitje összefagyott. Pakson már az éves karbantartás alatt egy blokkát, akkor 54% importtal mentünk. Na most ezek olyan kitettségek, hogy egyébként aki, hogy mondjam, reálisan gondolkodik, vagy felelős az energiaellátásért, az ellenzék az nem felel az energiaellátásért, a kormány felel. Lehet bármit papolni, bármit kérni, akinek az ellátási felelőssége megvan, ráadásul azt olyan áron kell ellátni, hogy megfizethető legyen mind az ipar, mind a lakosság számára. Tehát ezért ezek lényeges dolgok. És visszatérve a jogászokra, hogy az is az volt, mikor épült a Paksi Atom 1-4 blokkja, akkor ugyanakkor épült, akkor még Jugoszlávia volt a Kriskói atomerőmű, és ő ugye egy Westinghouse blokkot kapta. És akkor volt találkozó, hisz a erőművesek, mindegy, hogy hol milyen blokk, az össze tartoznak, és akkor kívül mondták meg a találkozón a magyarok, a kriskóiaknak, hogy gyerekek, nektek nagyon jó, mert egy modern amerikai blokkot építetek, meg azt fogtok üzemeltetni. És a kriskóiak megmondták, hogy nektek jó, mert ti orosz blokkot. De honnan veszitek, hogy nektek azért jó, mert mi mindig csak öt ügyvéddel találkozunk, két hónapig ügyvédekkel vitatkozunk, utána engednek oda egy műszaki. Nálatok meg úgy tudjuk, hogy Pakson nem dolgozik egyetlen orosz ügyvéd sem. Nektek sokkal jobb kellene. Na, változott a világ, mi is most már néha több ügyvéddel dolgozunk, mint műszakival. Ez a baj. Hát ez a baj, de a politika, ahol beteszi a lábát, ott minden mondatot ötször kell elolvasni. Először tervezettem, majd jössz. Én jövök? Igen. Nem kell fölállni. Igyekszem röviden mondani. Köszönöm miniszter úrnak a nagyon klassz összefoglalóját. Kicsit többet vártam, de van egy-két olyan dolog, ami aggaszt. Az egyik az a szakmunkás felkészültség, hogy néz ki. A másik, amit nagyon szeretnék nyomatékosan megemlíteni, nem szabad megengedni a jogász túltengés, szemléletben sem, személyben sem. Nem jutnak el odáig, hogy valami műszaki problémát felismerjenek, védeni se tudják. Nem akarok például, de kapásból tudnék példákat felsorolni. Ezen túlmerően az olyan szemletet meg le kell építeni, ami beáramlik, hogy Széles Gábor megoldja a kérdést. Valamennyi nagyvállalatot, ahol járt, minden vállalatot tönkre, többek között az Ikaruszt is. Az Ikarus dolgozóinak az volt a végeredmény és megállapítása, mint a Széles Gábor elintézett, hogy ha a nevét kéne leírni, akkor a tolókat legszívesebben fekáliába mártanák be, és azután hívnák le Széles Gábor nevét. Ilyen fene gyerek volt még az angyal, aki mögött egy csomó gyönyörű. Igen. Tehát a legnagyobb égetőbb kérdésem az, hogy és mennyire vannak ellátva orosz tudású emberek, akik honosítani tudják a dokumentációt. Úgy érzem, hogy ezzel iszonyú bajban lesznek. Nem. Ugye a szerződés szerint a nyelvezet az angol, és ugye angol-oroszul tudó gyerekek vannak fölvéve egyébként annak ellenére, hogy... De nincs beruházási tapasztalatuk. Hát üzemeltetői tapasztalatuk van, meg mivel vannak köztük idősek, 60 év fölöttiek, mint én is, így akkor még mi láttunk beruházást. Tehát minimum jártunk gumicsizmába, üzemi területen, láttuk, hogy épül, meg dolgoztunk olyan cégnél, ahol ragadt ránk a koszon kívül más is, tehát meg itt neokonzolítani, tehát üzembeezést is csináltunk, beüzemelés dolgnak, próbaüzemét, tehát sok mindent, mert ezt a tapasztalatot vagyunk még egy jó páran, tehát ezért kritizálnak bennünket, hogy idősek akarják megépíteni Paks 2-t, de fiatal tapasztalat meg ebben nincs, mert ugye hiányzik egy 82 és 87 között a magyarországi nagyerőmépítési program befejeződött.
utána tulajdonképpen rekonstrukció, kémmentesítések, tessék leülni, nem? Tehát kémmentesítés egyéb volt a gázturbinák építés legnagyobb, ugye gönyű, német beruházásban, tokkavonóval idozták, tehát nincs érdemi tapasztalat, nincs Csepeli gáztól, az övében megcsinálták, tehát az Erbélynek létesítési megrendelése nem is nagyon volt az elmúlt időszakban, egy-két rekonstrukcióba tudott szakmailag be, és több előkészítésben, ami utána nem lett belőle erőmű, ami készült. Tehát a szakmunkás képzésnél, igen, kormányzatnál valamelyik nap is órákat beszéltünk róla, mert rossz. Alapvetően azért rossz, mert az általános iskola is már sokan úgy hagyják ki, hogy segíteni se olvasni. Nem tudnak, nem véletlenül a kormány az óvodát a 3 éve már úgy érkezzenek az iskolába, hogy valami nem csak az otthoni mintát hozzák, hanem egy közösségi mintát. Van esély, hogy akkor az általános iskolát befejezők aránya nőni tud. Ha nőtt, akkor el tudják végeztetni vele egy szakmunkás képzőt. Ugye ma a szakmunkás képzőkbe zöme az ment, aki máshova nem tudott menni. Mert az a szülőknél is, hogy mondjam, egy kicsit elfelejtett dolog lett, hogy egy jó szakmunkás az aranyat ér. És ma is tudjuk, hogy az meg is tud élni. Sőt, gazdagabb lehet, mint egy közepes mérnök, hisz annyi munkát tudna vállalni, amit nem szégyel. Ha jó, középszerű, meg orvos se legyen, se mérnök ne legyen, se kőműves, meg se egészen munkás. Mi bízunk benne, hogy ösztönzéssel, meg kooperálunk, hogy a Erdély Magyarság, akkor is nagyon sokan dolgoznak Ausztriában. Tehát mindent próbálunk én megteremteni, hogyha már fél útra haza sikerülne hozni őket, akik kint dolgoznak, Németország, Ausztria, akár magyar fiatalok, de akár erdélyi fiatalok, akkor ők hamarabb bérnének a családhoz. Még persze nem biztos, hogy háromszoros bért tudunk, de kétszeres tudunk, de olcsóbb az élet is. Tehát minden trükköt próbálok bevetni annak érdekében, hogy legyen nekünk emberünk. A cégek félnek tőle, hogy kiürülnek a környékbeli cégek, hisz elszívó hatása van. Mi arra azt mondjuk, hogy azért kéne nekik több örülni, szövetséget kötni, mert igen, kiürülhet, de akkor valamilyen százalékba kapjon ebbe a klaszterbe, ha beviszi az emberét, akkor jutalékot, és mikor vége a beruházásnak, az emberének is érdeke, mikor vége, akkor vissza tudjon menni abba a termelési körzetbe, ahova eljött. De ebbe mindig egy kicsit valaki fifikás lesz a cégvezetők közül, elkezdi a saját hülye ötleteivel szétbombázni, mert akkor ki legyen a főnök, miért pont az a főnök. Tehát nem egyszerű ügy, mi átképzéssel, ráképzéssel, tehát minden szakképzést is akarunk. Mi kaptunk kritikát, mert Szekszárdon mondjuk megvettük mi a húsiparnak a 30 évvel ezelőtt épült épületeit, meg irodaházat, de pont azért, mert például azt ilyen szakmai átképzőnek autópálya mellett van Pakshoz közel, például minősített hegesztőképzés Dunajvárosban azért kötöttünk szerződést, az lett a hegesztésnek az új bázisa, ugye a Vaskút, ami régebben nekünk bármilyen ilyen szakmai kérdésben véleményt tudott formálni, nincs, tehát akkor föl kell ebbe és még a maradékot összeszedni, és akkor Dunajvárosi főiskolába integrálni, mert ott azért valamilyen közük még volt a Vashoz. Köszönöm, még valami kiegészítés. Köszönöm szépen. Én elfáradtam közben, amit így hallottam, hogy próbáljam mindent követni. Én azt hiszem, vagy azt látom, hogy ehhez a munkához, amit önök kell ellátni, kötélvidegek kellenek, meg olyan különleges szellemi képességek, amelyek hát elég ritkán találhatók meg egy embernél. Én személy szerint nagyon jó sikert kívánok ehhez a munkához. Kérdésem az lenne, hogy ugye van egy szovjet-magyar szerződés, vagy orosz-magyar szerződés, hogy meg kell ezt a
a létesítményt valósítani, és ennek a pénzügyi dolga is lerendezésre kerültek, ugye, de közben az idő megy, és újabb biztonsági követelményeket találnak ki, és ezt rákényszerítik. Tehát gondolom, valahol itt van egy határ, ameddig, hát egyáltalán ez a szerződés még engedi, tehát akkor itt ilyen szempontból lehetetlenül és bekövetkezett, vagy pedig a kormány ebben a dologban megfelelősen tevékenykedik, és ezeket a kereteket biztosítja ahhoz, hogy valóban megvalósulhasson ez a projekt teljesítésében. Értem szerűen jöhet bármilyen esemény még, ami megint egy újabb műszaki megoldást fog előidézni. Az a szerződésben, tessék leülni, csak nem látom akkor. Annyi nyitottság van, hogyha érdemi jogszabályi nemzetközi követelményekből, mert lehet olyan dolog, mint a Zsolt is tudja, van, amikor nekünk évente, 5 évente kötelező felülvizsgálni műszaki szabályzatainkat, előírásokat, az NBS-t, van, amikor a nemzetközi szervezet ad ajánlást, hogy ezt mit kell beépíteni, és az visszaadhat. Az egyértelműen rögzítve van, hogy egy új műszaki követelmény vagy jogi követelmény miatt arról majd meg fogunk egyezni. Itt ugye a keretszerződés az jó, meg vagy mit akartunk, milyen telepeljét, milyen terhelés követőt, milyen földrengésre, milyen repülő műtárgyra, tehát 95% 8-ba ezt a fixárt be fogja szaporni, de értelemszerűen abban, hogyha egyéb ügy ki lesz találva, egyéb üzemeltetési tapasztalat miatt bármit módosítani kell, az majd egy egyeztetés megvan ebből, hogy sajció, milyen, ha nem tudunk megegyezni, milyen bírósághoz fordulunk, milyen közvetítő, tehát napokban ma valószínű, ugye, mert azt is tudják, hogy ugye a szerződésünket, mikor életem miniszter előtt egy nappal a lázáról a titkosságát feloldotta tulajdonképpen. Akkor az orosz fél, ugye megkérdeztük az, hogy oké, mi feloldottuk, de minket nem zavar, hogyha nincs benne semmi titkos, hogyha közszemlére tesszük. Akkor az orosz fél azt mondta, hogy neki az üzleti érdekeit sérti. És akkor nem járult hozzá, hogy egybe kitegyük. Utána persze a HVG, meg a hirtelen akartam mondani, a tessék? Igen, Jábor Benedek, ugye beperelt bennünket két per, ennek a pernek a 25-én a utolsó fellebbezési lehetősége lejárt, az orosz fél nem ért vele, mi mai napon lesz sajtó közleményünk is, ezt még ki fogjuk rakni, értem szerint a bíróság, első fok, másodfokon volt. A bíróság azért az orosz érdekekre van, amit kitakarhattunk benne, ami alapvetően a következő előlétesítés szerződésén az orosz érdekeket sem, de közszemlére fogjuk bocsátani. Abban például ez is benne van. Azért a fix árat úgy kell érteni, hogy az adott szerződéses terjedelmet mindegy, mikor csinálja meg, milyen körülmények közt az ennyi. De ha az van mondva, hogy még egy 5. dízzel rakjuk, vagy egyéb, akkor azt meg kell rakni. Jó? Aznak más ára lesz. Csak tájékoztatni szeretnének, hogy volt egy előadási Klimkel Aladárt tartotta, amely a Szentpétervári erőműnek a részletes ismertetése megfogta, tehát a belső része, a építés minden, ez orosz internet felszette le őket, nagyon jó, tehát így nagyjából a társaság képben, hogy ő ma semmit. Hogy mekkora feladat és milyen erőművet építünk. Esik megkérdezem, hogy van-e még kérdésetek? Akit adjuk meg, még más gondolkodik, azt a fél kérdést. Igen, csak most. Jó. A fél kérdés, na. Mondhatom? Igen, mondhatom. Nem kell fölállni. Nem is elállni.
tiszteltem megkérdezni, van-e olyan erő a mostani garnitúrában, aki a hálóterelés szempontjával össze tudná szedni a beruházási programot. Tehát van olyan holasztikus áttekintés, mint amilyennel, hogy készültek a hálótervek annak idején, amikor a Véni bácsi is végrehajtotta azt a feladatot. Van-e most ilyen erő ott? Az egyik ilyen valóban alkalmas erőt a miniszter úr átengedte a Varga miniszter úrnak. Van ott egy olyan miniszterhelyettes kolléga, aki oroszul, angolul tud, ráadásul megcsinálta a Suzuki-nak a beruházását. Ez kiválóan alkalmas lett volna erre a célra. Nekem is van ilyen, és nem titkos. Elteszett engedni ezt a lehetőséget. Nem, ki volt az? Lepsényi. Lepsényit azt én már később is ismertem meg, de nem is jött hozzám, majd most napokban akar egy évokból. Ő akkor, amikor én találkoztam vele, a elektromos mobilitással foglalkozott, nem ezzel, de nekem van olyan, aki ebben a szakmában dolgozott, a Kovács Bali, aki Paksor nőtt föl, kint volt, nem, Oroszországban végzett, tud franciául, tud angolul, egyébként tisztában van, de van olyan kifejezetten egy hálótervezéssel foglalkozó kollégák, hisz az erőműve a Paks egynek a bővítésével, azt már lehet tudni, hogy a 80-as évek végén, amikor elkészült a 4-es blokk, akkor intenzíven foglalkoztunk azzal, hogy legyen két darab 1000-es blokk. Akkor lett a Szent Márton tér kialakítva, mert akkor Márton János volt a beruházás igazgató, azt a Paksot utána el lett róla nevezve, hogy akkor ez le lett gyalóval, le lett majdnem föl lett töltve, az akkor két darab 1000-es blokk, akkor mi a Bechtel-le, tehát a legmodernebb amerikai eljárásokkal próbálkoztunk hálótervező, és Primavera, az orosz is ugyanezeket a nemzetközi hálótervezési programokat használja, kiszűrhető benne bármi is mindig, megvan a képességük, hisz napra készen, tehát ma monitorozunk minden nap, tehát hogy abból a következő új dátumból legyen valami, ami még nem mondok, majd úgyis a műszerbe jól hagytuk, egyből mondjuk a sajtóba is. Tehát abból a dátumból csak úgy lehet valós teljesítés, hogyha mi minden nap az ütemtervnek tudunk be, hogy van a kritikus úton, mi csúszhat, nem befolyásolja a hálónak a Sarva kell tartani a hálót, mint az egészséget. Úgy van, minden nap foglalkozunk. Igen. Varga János mérnök tanár vagyok Székesfehérváron, és tudománytörténet a hobbim mellett. Ami miatt, tulajdonképpen két ok miatt jöttem, vagy három ok miatt jöttem erre az előadásra. Egyrészt szerettem volna aktuális tájékozottságot szerezni erről a Parkos 2 projektről. Megmondom őszintén, az ön személyét is szerettem volna megismerni, és igen pozitív benyomásokat tett rám. És a harmadik ok pedig szerettem volna önnel személyesen találkozni olyan szempontból, hogy többször említette az előadásában például a médiának a fontosságát, a közvélemény meggyőzését. És én nekem úgy gondolom, 4 éves kutató munkámmal sikerült valami olyat találnom, ami ebben a munkában, ebben a tömegmeggyőzésben úgy gondolom Jávor Benedektől kompetensebb személynek számító ember, és egész pontosan arról van szó, hogy Neumann Jánosról nincs magyar nyelvű hangfelvétel. Az Atomenergia Bizottság egyik ülésén 1955-ben készült vele egy riport magyar nyelven, és ezt én nekem sikerült megszereznem, és úgy tudom a világon, ez az egyetlen magyar nyelvű hangfelvétel. A önmagában is érdekes ennek a híres magyarnak a hangját hallani, de ami még különösen érdekessé teszi, hogy az interjúban, a beszélgetésnek van egy ilyen nukleáris technikai blokkja, amelyben a Neumann kifejti véleményét. Úgy érzem, hogy az ő véleménye, hogyha a magyar közvéleményt nézem, hogy most Neumann vagy Jávor Benedek vagy ellenzék, azt hiszem eldőlt a kérdés, hogy a magyar közvélemény mondjuk kinek tekintenek kompetensebbnek. Tehát egész konkrétan, hogy például ez a hangfelvétel érdekelné-e? Persze, akkor majd valamikor találkozunk, mert most úgyis nekem majd egyben az akadémiákkel a 60 éves évforduló miatt egy köszöntő
mondom, itt a Palossa hegye, ennek meg Budapest a legkiszámíthatatlanabb közlekedés szempontjából. Pakstól a nullásig mindig idejük 40 perc alatt, utána, hogy hány perc alatt térjünk be a városba, az már minden nap egy rejtély. Úgyhogy mégis minden nap egy kihívás. Hát amikor ő azt mondja, hogy nyugodt ember kell, a nyugalmat néha megzavarja, hogy be tudunk érni, vagy nem. Úgyhogy, de ez egy kis kitérő volt. Tehát én ennek örülök, hogy a Teller Edés, aki többször volt Pakson, és ugye nagyon támogatta a mi eredményeinket egyéb, ő is a Neumann Jánostól, ugye mindig azt mondta, hogy Jancsi találta ki hozzá, ő nem is, sosem mondott János. Annyira személyes jó barátok voltak, hogy a Neumann Jancsi ezt lemodellezte, ezt megalkotta. Tehát én szívesen veszem, majd itt a telefonszámomat megadom nekem, de bárki meg tudja adni, mert én ült a mobilban, megjött a ülőneukonzol is, meg bácsi, ugyanazt a mobilt használom. Általában egy-két napon belül visszaírok mindenkit, mert néha már nem győzöm aznap visszaírni. Tehát ez egy jó dolog, és ugye büszkék. De egyébként az ellenzéket nem érdekli, hogy kire hivatkozom. Tehát abban tudod legyen, hogy hivatkozhatunk mi az Atya Úristenre, és az se fogja megérni. Nekik van egy atomerő, tehát azért nincs gond nekik, mert ők ellene vannak az atomerők, nem zöldek, hanem, és az fáj nekik legjobban, hogy ez az atomerőm sajnos nem mosált ki széndioxidot, és ezt nem tudják elviselni, mert ők CO2 ellenesek, és ez nem bocsájt ki, de mégis ezt meg kéne fúrni. Most itt van egy olyan dolog, ami ő nekik meghaladja a képességüket, ezért semmilyen dolgot, de ezt én nagyon köszönöm el ezzel rendelkezésre, biztos vagyok benne, hogy ez jó dolog, amit mondott, mert ugye ők egy olyan Teller Edében most beszélhetünk, mert nem azért jöttünk el, hogy itt tényleg egy erőről beszéljünk. Hanem a Teller Edének is a halála előtt a Kossuth Rádióban ilyen 45 percen blokkban nagyon sok beszédje volt, ami a gyerekkorától az iskola, az élete végig, és ugye olyan szépen beszélt, olyan hogy mondjam, akcentus nélkül, és olyan, tényleg azt mondom, hogy gyönyörű mondatokban, hogy én az 30 évvel ezelőtt volt, én azt öröm volt hallgatni. És ugye a halálát követően megjelent a Népszabadságban egy egyoldalas cikk, hogy ő miket mondott a Fideszre, milyen kritikát, és akkor nekem mutatja az egyik kollégám, te Zoli ismert a Racskó Imre, Kártyónak ott a külső technológia osztály vezetője, mutatta ezt az újságcikket, hogy akkor nézd, mit írt a Teller, mégiscsak a igaza van a szociknak, mert a Fidesz nem jól csinálja, elolvastam, mondom, miként ezt nem a Teller írta. Jó, onnan veszek. Mondom, ő ilyen primitív mondatokat nem használt, én mondom, körülbelül 40 óra beszélgetését hallgattam végig az elmúlt fél évben, élvezettem, mondom, nála, mondom, ilyen, nem léteztek ilyen mondatok. És akkor két nap múlva megjelent, hogy ez a levél hamisítvány. És akkor odajött az Imre, hogy hogy lehet ilyen. Na, még egy ilyen anekdota, hogy ugye erdések dolgoztak Pakson, és ugye akkoriban, amikor mi kezdtük, akkor mi szocialista brigádmozgalom az létező valóság volt. Közösségépítés, meg mozgalom, munkád megad a nevet, meg egyéb. És ugye akkor a építészeten, kitalálta egy brigát, hogy ő fölvenne a Wigner Jenő szocialista brigád neve. És akkor a Wigner úrnak írtak Amerikába, akkor ő nem volt itthon még, ő, hogy akkor hozzájuk atomerőbe dolgoznak, Pakson érte, és akkor szeretném fölvenni a szocialista brigát. És akkor visszaírt a válaszlevelet, hát hogy ő nem nincs azzal tisztában, hogy mi az a szocialista brigád. Mert ha az az ingerenciájuk, hogy az ő nevét használják egy ilyen atomerő építkezésen, akkor hozzá.
köszönöm szépen. Érdemes volt. Hát, egyet még lehet. Egyet nem lehet. A jogászokról szóval, a mai világ teljes egészében a hazugságra épül, tehát itt bármiben a hazugságra számíthatunk, és itt ebben az esetben pedig az a szörnyűség, hogy a világ tendenciákkal szemben itt igazat kell mondani minden esetben. Itt a hazugságnak nincsen ilyen az egész műszaki teendőben, hát ez is egy óriási terület jelentet. Nem, a igazság az nem okoz terület, nem kell rá vigyázni, hogy az eddig hazudja. Megegyőzzel, mindig az igazat mondjuk, akkor gond nélkül jövő héten is el tudom mondani. Ha hazudtam volna, és jövő héten találkozom, az egész úton azok kérnek, hogy már ezeknek mit hazudtam a múlt héten. Fogárnos ennek, ezt mondtam meg. Minden nevében szeretettel megköszönöm a miniszter úrnak a nagyon részletes tájékoztatóját, és kérdésekre adott válaszát. Én azt mondom, hogy egy év múlva várjuk vissza. Jó, viszont nem, hogy akkor már minimum brüsszeli dátumokról, jóvágyó dátumokról be tudok számolni, meg arról is, hogy már hány terv van. Most is van már több 100 000 oldal, de nincs egy teljes doksi. De mivel figyeljük, minden nap nő a számossága, precízen oda kell figyelni. Most írtam a múlt héten is a legfőső vezetőnek reklamációs levelet, hogy az ütemtervben látszik, hogy azért nem vagyok kritikus úton, mert csökkentették a utat. Tehát, hogy azért az orosz félben is van furfang, tehát aminél már látnám késést, annak hátratolta a dátumát. Nincs gond, csak a végrehajtási idő rövid. Na most ezt már jeleztük, hogy elkezdtek a kollégák trükközni, legyen szíves figyelnek ők is oda, a végén bajba leszünk. Jó, jövök legközelebb, és én is köszönöm a figyelmet, további jó egészséget kívánok!